5 óra. Akartam egy romantikus nittet a forró teámmal, de túl forró. Elég korán van. De legutóbb megígértem, hogy az időmenedzsmentről csinálok egy filmet. Úgyhogy most azon dolgozom. De mivel azon dolgozom, az még nincs kész. Viszont nem akarlak titeket film nélkül hagyni, úgyhogy most ezúttal jöjjön valami, ami egy kicsit személyes, de mégis a csatornával kapcsolatban is előremutató. A történet itt kezdődik, ahol egykoron a Kultiplex állt. Ez volt életem második legjobb munkahelye, és itt kezdődött felnőtté válásom végtelen története. Illetve itt volt szerencsém együtt dolgozni Budapest legstílusosabb vendéglátósával is, aki szintén Levi névre hallgat. Így ő megkapta a Levi úr, én pedig a Mix Levi becenevet. Így lettem barát Mix Levi. Aztán, amikor filmezni kezdtem, kellett egy márkanév. Megtartottam a Mixet, és mivel az extrém sportokat nagyon szerettem ekkoriban, illetve még most is, kitaláltam, hogy legyek mixtreme. Úgy fest, most már örökre Mix Levi maradok. Igaz, az elmúlt években nem véletlen ragadt rám ez a név, én növesztettem magamhoz, hiszen ez én vagyok. Egy mix, egy katyvasz. Gyakorlatilag egy ipari olvasztó tégely van a fejemben. És hogy hova akarok ezzel kiukadni? Az előző két videó után rengetegen írtatok, és ezzel nagyon-nagyon fel is dobtatok. Viszont egyúttal össze is zavartatok, hiszen mindenki mást akar. Nagyon jó az új vonal, csak így tovább! Nem lesz ez jó, inkább maradj az utazós videóknál. Miért nem csinálsz inkább természetfilmeket? Miért nem csinálsz inkább oktató videókat? Végeredményben az, hogy ennyi mindenfélét szeretnétek, egybecseng azzal, amit én szeretnék. Egy mixet. És tudom, vállalok azzal némi kockázatot, hogyha nem kifejezetten egy témára fókuszálok, de én ezt vállalom. Úgy gondolom, hosszú távon kifizetődőbb lesz az, ha nem korlátozom be magam, és ezáltal sokkal jobban élvezem azt, amit csinálok. Így megmaradhatok hitelesnek. Úgyhogy a jövőben mindenféle videókat tervezek készíteni, természetesen továbbra is megmaradok az életmód tanácsadós videóknál, de emellett szeretnék szórakoztató, utazós és oktató videókat is készíteni, valamint tervben van, hogy készítek néhány portrét igazi, hétköznapi példaképekről is. Mielőtt elköszönök, egy dolgot még szeretnék elmondani, mert sokszor kapok kritikát azzal kapcsolatban is, hogy nem vagyok elég laza a videóimban. Nos, ezzel egyet tudok érteni, viszont megvan ennek is az oka, és azt most el is mondom. Úgy állok én ehhez a videózáshoz, illetve úgy állok a kamera elé, hogy abból indulok ki, hogy jó eséllyel ezeket a videókat majd jó sokan megnézik, és bármikor az idők folyamán, azaz akár az én gyerekeim is egyszer megnézhetik majd, vagy akár a te kishugod, kislányod, unokaöcséd, bárki olyan, aki nagyon-nagyon fogékony arra, amit a YouTube-on lát. Úgyhogy én nagyon-nagyon igyekszem szem előtt tartani azt, hogy ott én úgy beszéljek, úgy viselkedjek, olyan viselkedés formákat mutassak, ami elfogadható az én erkölcseim szerint. Úgyhogy ez nem mindig egyezik azzal, amilyen én egyébként a hétköznapokban vagyok, de ezt a fajta álszentséget én vállalom a jövő reménységeinek érdekében. Na, ennyit akartam elmondani. Remélem, hogy ez is kellően szórakoztató és tartalmas volt, illetve még egy dolgot szeretnék tőled kérdezni. Kérlek szépen írd meg kommentbe, hogy érdekelne az, hogyha csinálnék egy live-ot, ahol lehet engem mindenféle témákról kérdezni. Ahogy a legelején említettem, az időmenedzsment videó már úton van, készítem, csak igyekszem némi kísérletezéssel és kutatással is mindazt alátámasztani, amit majd mondani szeretnék, úgyhogy kérlek, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozzunk legközelebb is. Ciao!